Kedves nézőink, ahogy már eddig megszokhattátok, ezúttal külön tippelünk, hogy ne töltsük ezzel drága időtöket, és talán egy kis izgalmat is csempészünk. Bár nekünk nagyon nagy szórakozás mindig tippelni, de talán egy külön videóba még több interakcióra invitálunk titeket. De először akkor megkérném Csibut, hogy az eddigi eredményekre egy gyors beszámolót tartson. Sziasztok! Az elmúlt fordulóban, akinek legalább két teli találata volt közülünk, az Balázs Viktor és Sanyi Újpest Diósgyőr Balázsnál, Viktornál Kecskemét Kisvárda, Sanyinál Kisvárda Diósgyőr, de a fordulót azt három teli találatával Ádám, te nyerted meg, és három teli találatoddal eltaláltad a Kisvárda meccsét, a Kazincz Barcika meccsét és a Loki meccsét, úgyhogy gratulálok! A pontversenyben az összesített pontozással kapcsolatban egy fontos információ, hogy egy nagyon picit változott a pontrendszer. Ugyanúgy 4 pontot kap mindenki továbbra is a teli találatért, de hogyha eltalad a kimenetet, akkor azért már plusz 1 pont jár, tehát az eddigi egyhez képest 2. Ezt a pontrendszert véve alapul pedig a következő a tabella éle, igen, a tabella éle. 5 játékosunk van, akik nem szerkesztőségi tagok. Egyrészt itt van Klampi 54 ponttal, Lizárd 54 ponttal, Elnök úr 52-vel, Dávid 49-el és Ród Zoli kolléga 47-tel, és őket követi már csak a mi szerkesztői névsorunk közül Ádám 47 ponttal, Balázs 43-mal, Viktor szintén 43-mal, Sanyi 39, Bence 38, nekem 32, Domi 25, Norbi 23, Tamás 19, Lehet 15, és Zoli 13 ponttal. Vannak nyilván, akik nem minden fordulóban szavaztak, de hát még be lehet hozni a lemaradást, úgyhogy szavazzatok velünk együtt. Irány a DC, a Discord csatornánk, és ott, hogyha beírjátok a szavazós topikba, akkor bekerül a ti nevetekhez is az összes szavazat, és akkor látjátok majd, hogy hogy gyűlnek hétvégéről hétvégére a pontjaitok. Köszönjük szépen, Csibu, hát mindig is tudtam magamról, hogy MBO-lógus vagyok, tehát hogy ismerem ezeket a helyzeteket, de Balázsra hívnám fel a figyelmet, ő is nagy tippet jár, csak most így kicsit elengedte magát, mert félig hát, meddig. Kezdtem egy 6 pontos fordulóval, és most behoztam 2 forduló alatt 43-ra, akkor ez így... Hát már ott ugye visszamentünk, tehát ott az inkább 10 pontos, mert már új ja, pontrendszer van, úgy nézd, de akkor de ez igen, egy kevés gyenge ponttal volt, kezdted. igen. Hát akkor nem maradt más hátra, mint előre, vágjunk bele a tippek sorába. Az első mérkőzés az NBA 1 aktuális fordulója lesz, azt fogja követni az NBA 2 hétközi fordulója, és végül az NBA 2 hétvégi 5. fordulójával fogjuk zárni a tippeknek a sorát. Az első mérkőzés ezáltal Felcsút Kecskemét. 3-0 hazai. 1-1. 2-1. 2-0. 1-0. 2-1. A következő mérkőzés, amire tippelni fogunk, Zalaegerszeg Kisvárda. Hihű. Hihű. Nagyon meglepett. Legyen 2-2. 1-2. 1-1. Bocsi. 2-2. 3-3. 1-1. Következő mérkőzésünk. Vasas Budapest Honvéd. 1-1. 2-0. 1-0. 2-1. 2-0. Nino, Nino, fostos riadót érzékelek. 0-0. Bugyboka alert. Viszont én sokkal inkább számítok egy újabb Bugyboka alertnél a forduló záró találkozójára, Mezőköves Debrecen. Papírforma azt mondatná velem, hogy 1-2 vendég, de húzom a váratlant, 2-1 hazai. Mindig a kisebbnek szurkolsz, persze. Teljes papírforma 0-0. 1-3. Nem lesz ez rossz meccs, érdemes lesz nézni. 0-2. Szerintem a jó se ilyen lesz, 1-0 hazai. 1-2. És akkor térjünk rá az NB2-re. Hétközi forduló lesz szerdán, illetve csütörtökön. Első mérkőzés, amire tippelünk, Mosó-Magyaróvár, Kazincz Barcika. Folytatódjon a lendület, 1-2. 1-3. 1-1. 1-2. Megtörik a lendület, 1-0 az Óvárnak. Én is 1-1-et mondok. Következő találkozunk, Nyíregyháza Soroksár. Lekerült a fék, úgyhogy 2-0 hazai. 1-1. 2-2.
Egy-egy. Így nem találom a szavakat, annyira zavarboztak ezekkel a sok pozitív tippe, bár így lenne, egyébként egy fostos 0-0-át várok. Ez az én tippem is, fostos 0-0. Nézzük tovább az MV2-es hétközi mérkőzések sorát. Eto FC győr Siófok. Na, nálam ez a 0-0. Ez nálam is 0. Kettő egy. 1-0. Bence úgy mondta, mint akit kínoznak közben. Kettő egy. Ennek ellenére én egy 1-0. Bizony, csak belegondoltam, hogy milyen meccs lesz. Ez borzalmas, ennek ellenére Domék nyernek 1-0-ra. Én is 1-0-át mondok. Van itt még a fordulóban egy Budafok-Gyirmó találkozónk is. 1-4. Szerintem itt Viktorék egy méretes késbe fognak beleszaladni, 0-5. Az a már méretes. Az nem méretes, az már macséta. Végbeles. Hát egyszer minden sorozat megszakad, úgyhogy most győzött Budafok. 1-0. 0-2. 0-3. 1-3. Hétközi forduló záró találkozója tippek szempontjából Diósgyőr Ajka. Aki Diósgyőri Ajka szakadtából örül majd a 2-0-ás hazai győzelemnek. Most találtam ki. Ajkára ki se fogy a nóta, 1-2. Tehát semmit nem tudok mondani. Elég tippelni, Benc. 1-0. Nagyon nehéz meccsre számítok a Diósgyőr részéről. Meg lehet itt a meglepcse az Ajka részéről, de valamiért nem tudom, 2-1. Kis Károly, kis meglepetés. Zsolnai bosszú, de mindezek ellenére 2-1 Diósgyőrnek. 2-1 nálam is. És akkor már egyúttal megtippeljük az ötödik fordulót is, amely hétvégén lesz az MB2-ben. És nem más lehet az első találkozó, mint a Tisza-Kécske Nyíregyháza. 1-1 és eldöntetlen. Itt már valamit alkotnotok kell. 0-2. 0-1. 1-3. Nemrég volt egy éve, hogy 1-4-re nyertünk Tisza-Kécskén Szergely Pacaj vezetésével, úgyhogy most 0-1. 2-1. Balázs, azt hitted Balázs majd... Azért mindig a realitás talaján. Azt hitted mi, hogy itt majd Nyíregyháza győzelmet mond. Tudom, én sem tudom, miért tippelek ezt, de haladjunk a tippek sorával. Van itt még a fordulóban egy Soroksár-Győr. 1-2. Hopp, várjatok, bejelzett a fostos detektorom. 0-0. Már megint egy Győrnél akadok meg. Megértjük. Dominem. Na jó, akkor legyen egy. Ez nagyon 0-0. Én már az előző esetében is a fostos 0-0-át sajnálom, mert Soroksár azért nem jellemzően gólszegény mérkőzéseket tol, viszont itt szerintem ki fogja használni az Eto a kontrafociát, úgyhogy 1-2. 1-1. Forduló következő tippelésre szoruló találkozója, fővárosi szuperrangadó, MTK Budafok. És egy 3-0-ás simázás. Hát ha a Gyirmótra 5-öt mondtam, akkor erre mit mondjak? 6-2. 4-3. Azt a mindenit, 3-1. 4-2. 3-0 és edzőváltás Budafokon. Viktor, azt szoktam mondani, ez mindig egy gólgazdag találkozó. Hát ki hogy látja. Van itt még természetesen egy Kazincz-Barcika Kozár Michelin találkozó is. Na, viszem tovább a bajnokot csinálok a Barcikából projektemet. 2-1. Mondod ezt eddig lényegében. Egy egyszerűbb meccs lesz, de szerintem 1-0-ra behúzzuk. 0-1. 2-1. 2-0. 2-1. Milyen extra favorit lett itt a Barcika, nem? Itt 3-ból 2-t húz, aztán... Titkos BL induló lesz itt a végén. Nagyon meg majd az unofficiál Club World Champion címet is behúzzák és megtartják évekre. De jó, nézzünk egy jó vasipari záró meccset, egy jó munkás derbit, Pécs Diósgyőr. 1-1x.
Hát egy ilyen csodás szurkolói barátságot, egy ilyen csodás szurkolói kiegyezéssel 2-2, ami senkinek nem jó. 2-2. Abszolút egyetértek veletek, mégis azt mondom, hogy 1-2, ne kérdezzétek miért. Én megmondom, hogy fostos 0-0. 1-1. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint sem kedves nézőinket is tippelésre buzdítani, hogy már Csibu szerkesztőtársam is megtette a videó elején. Tippeljetek Discordon, vagy itt a komment szekcióban, és írjátok meg véleményeiteket minden formában, minden felületen, és hajrá magyar foci! Köszönjük figyelmeteket! Sziasztok!